Hassani tette tovább, aki a Kairat elleni idegenbeli mérkőzésen a győztes gólt szerezte. Aztán Fofana felé a labda, sokan lestintenek, Fofana azonban nem volt lesen. Fazekas duplázott és benne is betalált, és most egy kiugratás. Hassani elviszi a labdát, üres a kapu, be kellene lőni, vezet a Kisvárda a 14. percben. Nem az első 10 percben jött, de így sem rossz. Hassani! Remek kezdés! Így tovább, fiúk, lehet ezt folytatni. A Kairat ellen is betalált, ez egy pocsék visszaadott, hazaadott labda a csapatkapitánytól, Linnestől. Hassani figyelt, Hassani eszmélt, és Hassani gólt szerzett. Hidegvérű a csel, tol egyet még rajta, és magabiztosan gurít a kapuba. Szép gól! Leoni. Ez most nem volt les. Mesanovic, még ez is jó. 2-0! 2-0-a! Hassani! Óriási, ami itt történik! 2-0-a a Kisvárdának! Hassani! 29. perc! Révész Attila minden munkája benne van ebben a meccsben. És a teljes szakmai stábé és a kisvárdai csapaté is nem volt les. Mesanovic, tökéletes a labda, és a jobb alsót kilövi Hassani. Az egész támadás nagyon formás volt. És a befejezés pedig rendkívül pontos. Csak így tovább, fiúk! Jön a segítség Karabeljov személyében. Hassani nem adja be. Melnyiknek inkább. Melnyik! Melnyik! Így de nagy védés! És sajnos a norvégok elindulhatnak. De fegyelmezetten zárnak vissza a kisvárdaiak is. Ez viszont egy tökéletes labda, és ez így zicser, sajnos nem volt les. Szép itt a Molde, Mansverk, aki az Elfsborg ellen büntetőből talált be. Most a Kisvárda ellen egy akció végén. 2-1, szép itt tehát a Molde, és így összesítésben 4-2 a vendégeknek. Itt jön ez a labda. Valóban nincsen les, Kravchenko bőven bent van, beragad. És ez Brünnhildzentől egy tökéletes átadás. Kettő egy tehát a kisvárdai csapatnak.